Köszöntöm a televízió nézőket, ez a Hírháttér. Mai vendégem Auxner Bianca, táncpedagógus. És bátran mondhatom, hogy táncpedagógus, hiszen tegnap megkaptad a diplomádat is. Pontosan. Milyen érzés? Hát, nagyon jó. Nem itt Magyarországon. Szerintem. Nem. Bécsben volt ez a táncpedagógus képzés, ahol hip-hop tánc irányra szakosodtam. Összesen 2 éves volt. Úgyhogy elég tartalmas, hosszú időszak volt, sokat fejlődtem, sokat tanultam, és most örülök, hogy mint képzett tanár folytathatom a tanítást. De ha jól tudom, nem ez a polgári végzettséget pusztán? Nem, mellette egyetemi végzettségem is lesz hamarosan, mint tolmács. Tolmács? Mit fogsz tolmácsolni? Hát, ami a munka adódik. Na jó van, kifaggattuk ezt a részét, bár nem ezért hívtalak meg a stúdióba, hanem... Bianca a Royal Colibri tánccsoport vezetője, mint gondolom tudják ezt nagyon sokan, és az országos bajnokság után dőlt el, hogy több formációval is eljuthattok a világbajnokságra, és ez így is történt, hála a szponzoroknak, ahogy láttam vagy hallottam, illetve az elhivatottságnak, és bizony itt Horvátországban sikerek is születtek. Ezekről mesélj, mi volt a világbajnokságon, a Dance Star világbajnokságon. Igazából ugye a Grindr-nek köszönhetően ugye támogattak minket, hogy kijussunk erre a nagyszabású világbajnokságra. A világbajnokságon összesen 55 ország vett részt, köztük olyan országok is, mint Kína, Mexikó, Dél-Afrika, de mi magyarok is nagy létszámba képviseltük az országot, köztük ugye a mi tánciskolánk is. Összesen 4 produkcióval kerültünk ki a világbajnokságra, ahonnan az egyik kis csoportunk második helyezést ért el, el is hoztam a kupát. A 19 indulóból lettek másodikak, a testvéremmel, akivel együtt ugye tanítjuk a gyerekeket, mi is indultunk, mi profi kategóriában lettünk negyedikek a 15 indulóból, ott is nagyon erős volt a mezőny, illetve volt még egy szólistánk, aki 5. lett, és egy junior duó, akik 9-ek lettek a 15-ből. Na most elmondtam, hogy a telefonkönyv, beszéljünk akkor külön mindegyikről, hogy melyik volt számodra meglepetés, melyik az, aminek nagyon örültél, melyiknek az, amiről még többet vártál. Nem tudom, mivel kezdjük talán. Hát aminek a legjobban örültünk, az a kis csoport volt. A világbajnoki ezüstér. Igen, igen. Mert nehéz sorsuk volt szegényeknek, szabályzatmódosítás történt, és ezért idősebb korosztály ellen versenyeztek. Ez hogyan lehetséges? Általában úgy szokott lenni az átlag élet, ilyen csoportoknál az átlag életkor számít, és akkor az szerint vannak besorolva gyerek, felnőtt, junior korosztályba. Most viszont történt módosítás, és a legidősebb táncos szabja meg a korosztályt. Mivel a legidősebb 14 éves, a többi meg 10, 11, meg 12, ezért bekerült a juniorok közé, akik 13-tól 17 éves korosztályt foglal magában. Ezért a 10-11 éves gyerekek 15-16-17 évesek ellen versenyeztek. Szegények kicsit el voltak keseredve, hogy amikor megjelentek a színpad mögött a backstage-be, hogy hú, hát ezek 2 fej magasabbak nálunk, meg hú, hát ezek már régebb óta táncolnak, mint mi. És akkor mondtam nekik, nyugodjatok meg, ti is nagyon ügyesek vagytok, nem hiába kerültetek ki a világbajnokságra, mutassátok meg, hogy mit tudtok, és akkor majd eldől a zsűri, hogyan pontoz. És akkor végül is az eredményhirdetésre nem is számítottak rá, hogy most valami díjat elnyernek, mert hisz 19-en voltak, és mind a 19 nagyon erős volt, és nagyon jó volt. És egyszer csak így bemondták, hogy hát második hely akkor Magyarország, a Royal Colibri tánciskola a Back in Time koreográfiával, és akkor a gyerekeket gyors felküldtem a színpadon, mert már nem bírták felfogni, és akkor voltak aztán örömkönnyek, meg ölelés, vagy minden. És minek köszönhető az ő sikerük szerint itt gyakorlatilag egyel idősebb korosztályban? Szerintem az, hogy rengeteg energia volt a táncukban, illetve ugye a kategória, amiben indultak, az az urbán táncstílusok, ami magába foglalja az összes hip-hop táncstílust, és ugye a mi tánciskolánk mindegyiket képviseli, és próbálja továbbadni a gyerekeknek. Nem hiszem, hogy hip-hop az csak egy, de akkor ezek szerint... Nem, a hip-hop kultúra elég egy sokszínű kultúra, és ugye több zenei irányzat alakult ki a hip-hop kultúrán belül, és ezért minden tánc, a zene irányzat, azt párosult egy tánc. Na jó, belemenjünk be, szóval energikusak voltak? Igen, energikusak voltak, a koreográfiuknak volt egy története,
úgymond tettek egy utazást az időben, és ilyen régi retro zenékre táncoltak, és bemutatták a majdnem az összes hip-hop stílust, és magas technikai szinten. És szerintem ez tetszett nekik, a zsűriknek, hogy ilyen kicsi fiatal táncosok ilyen energiával és ilyen technikai szintet képviselnek. Ha már említed a zsűrit, kik voltak a zsűri tagjai, ilyen elismert szakemberek? Hát igazából, mivel nem csak hip-hop van ezen a világbajnokságon, hanem balettől kezdve musical, kortás, minden stílus irányzat van, ezért nagyon sok zsűri volt, azt hiszem 30-35 zsűri volt, akiket ugye így táncstílusokra osztottak szét. Nálunk is nagyon elismert freestyle, meg koreográfusi zsűrik voltak. Voltak, akik Szlovéniából jöttek, voltak, akik Amerikából jöttek, tehát ugye a világszerte. Uh-huh. Akkor teljes volt a siker itt Igen. Viszont amikor beszélgettünk telefonon a világbajnokság után, akkor azt mondtad, hogy a ti negyedik helyeteknektől azért annyira nem voltál boldog. Pedig az is egy csodálatos eredmény szerintem, mert a felnőttek között elértetek egy ilyen színvonalú, meg ekkora rendezvényen. Hát ugye a profi kategóriában javarészt tanárok indulnak, ellenünk is voltak osztrákok, románok, szlovákok, afrikaiak, tehát nagyon sokoldalú produkciók voltak, és persze hát magunknak kitűztük a célt, hogy ugye a saját tánctudásunkat is akartuk így kicsit úgy felmérni, hogy hol vagyunk itt a világban, és hát azt tűztük ki magunknak, hogy ezért a legjobb háromban legyünk benne, és ugye bárkit, akit kérdeztünk, vagy akik ugye odajöttek hozzánk a produkció után, mindenki azt mondták, hogy bombasztikus volt el energiával, és egyedül mi voltunk azok, akik ott a mezőnyben így az összes ilyen hip-hop tánc stílust képviselt, és aki ilyen sokoldalú produkciót mutattak be, és hát mi arra számítottunk, hogy hát akkor a visszajelzésekből talán az a legjobb háromban talán benne leszünk. De így utólag belegondolva azért a negyedik hely is nagyon elismerő hely. És ugye ez csak minket még jobban motivál, hogy még tovább fejleszünk magunkat, mint tanárok is, mint táncosok is, hogy jövőre tényleg ott legyünk a legjobb háromban. Akkor van hova fejlődni. Van. Mindig van hova fejlődni. Van még két formáció, egy szóló, illetve egy nagyobb csoport, ha jól tudom. Igen. Az ő eredményeik mennyire voltak papírformaszerűek? Nagyjából erre számítottunk mi is, mert a duónál ugyanaz volt, mint a kis csoportnál, ott is felnőttek ellen versenyeztek, a testvérpár, ott egy testvérpár volt, a kisrác volt 14, a kislány meg 17, és így ilyen 30 évesek ellen versenyeztek. Tehát ha így nézzük, a 9. hely is nagyon szép eredmény a 15-ből. Uh-huh. A szólista, ő meg a legfiatalabb táncosunk, a Magyar. Ő is nagyon, nagyon jól oda tette magát, és a 5. hely szerintem ő profi kategóriába került ki, és 5. hely ott is nagyon elismerő, és büszkék vagyunk rá. Amikor dolgozol itt a gyerekekkel, illetve magaddal, a zenéket, meg az ötleteket ki adja, ki sugallja, van-e beleszólás a tanítványoknak, vagy itt minden a te munkádat dicséri? Szoktam ők, tehát nincs megszabva, hogy most kinek kell. Van, hogy a gyerekeknek van egy zen, ami tetszik, ha az tetszik neki nagyon, akkor mondom, hogy jó, akkor persze, akkor építsük bele. De igazából az utolsó szó az nálam van. Mert ugye én tudom a legjobban, hogy mit hoznak az ellenfelek, milyen elvárások vannak, mi passzol a legjobban hozzá. De azért próbálunk úgy összehozni ezt a versenyprodukciót, hogy a táncosok is átéljék, hogy hitelesen át tudják adni ezt a táncot, és hogy jól érezzék közben magukat. No, és milyen volt maga a körítés, a szervezés, a felhozata, ahogy éreztetek magatokat Horvátországon, ugye? Horvátországban volt, igen, Porecs. A helyszín nagyon szép volt, ki is használtuk a szabad időt, hogy kicsit körülnézünk csapatosan, hajókáztunk, tehát gyönyörű volt a Horvátország, meg úgy a helyszín, meg az időjárás is nagyon jó volt. A szervezés meg nagyon professzionális volt, tehát nem volt panaszunk semmire, mindent nagyon jól lerendeztek, és jövőre is mindenképpen megyünk. Mik a közeljövő legfontosabb Royal Kolibris tervei? Hát a legeslegfontosabb terv most, hogy kibővítsük a tánciskolánkat, ugye jelenleg 8 táncosból áll, mert addig még azt a képzést csináltam, a táncpedagógus képzést, nem akartam így még kibővíteni a tánciskolát, de most, hogy végeztem, szeretnék itt Óváron is csoportokat indítani, sikerült is a Fehér Lóval lebeszélni termeket,
Úgyhogy szeptembertől várjuk ott a gyerek, junior, meg felnőtt korosztályokat, hogy tanuljanak tőlünk. Fehérlóban lehet jelentkezni, nálad hogyan? Nálam lehet jelentkezni, a héten meg jövő héten már kezdjük a reklámozást, plakátozunk iskolákban, meg a városban, meg a műfázakban, és Facebook oldalunk is van, ott is nyugodtan lehet üzenetet írni, legtöbben így kerestek fel minket, hogy Facebookon írtak nekünk, vagy akár nekem privátban is írhatnak, hogyha ismernek már. Figyelj, és láthatunk valamikor táncolni benneteket itt a környéken? Hát most egyelőre a Lipóti termában vannak fellépéseink, de még sok szabad időpontunk van még így fellépés ügyileg, úgyhogy ha valakinek szüksége van egy kis műsorra, igen, világbajnoki hívó műsorra, kicsit feldobja a városi rendezvényt vagy a falunapot, akkor szívesen vállaljuk és... Jó van, akkor reklám is megvolt a végén. Gratulálok a teljesítményhez. Köszönjük a sport teljesítményhez. Auxner Bianca volt a mai vendégem, csapatával a Dance Star világbajnokságon ezüstérmet is szereztek. Köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig azt, hogy bennünket választottak. Viszontlátásra!